Sziasztok mindenki, itt Szőke István, azaz X-Pisti. Készen álltok, hogy igazi Minecraft profikká váljatok. Ebben a videóban olyan tippeket és trükköket mutatok nektek, amikkel a következő szintre emelhetitek a játékotokat. A túlélő módról lesz szó, és arról, hogyan legyetek minél kreatívabbak. Hatékonyabb bányászat, automata farmok, bonyolult redstone szerkezetek, sőt, még a véglegyőzése is terítékre kerül. Itt az idő, hogy kezdő építőkből igazi Minecraft mesterekké váljatok. Szóval, ragadjátok meg a csákányotokat, pattanjatok a barkácsasztalhoz, és vágjunk bele. Ne feledjétek, a Minecraftban csak a képzelet szab határt. Lássuk be, a bányászat a Minecraft alapja. Ez az, ahol minden kaland kezdődik, és ahol a legértékesebb erőforrásokat találhatjátok meg. De vajon elég hatékonyan csináljátok? A hatékonyság kulcsfontosságú, ha gyorsan szeretnétek előre haladni. Felejtsétek el a céltalan barlangászást. Az időtök túl értékes ahhoz, hogy véletlenszerűen bolyongjatok. Itt az ideje, hogy okosabban, ne pedig keményebben bányásszatok. Tervezés és stratégia a siker kulcsa. A hatékonyság varázslattal ellátott csákányok elengedhetetlenek a gyorsabb bányászathoz és a termelékenység növeléséhez. A törhetetlen varázslat pedig jelentősen megnöveli a szerszámok élettartamát, így kevesebbet kell cserélni őket. Az ágbányászat a kulcsa annak, hogy a lehető legtöbb értékes ásványhoz jussatok. Ez a módszer hatékony és eredményes. Hozzatok létre egy átgondolt alagút rendszert, ez segít abban, hogy ne tévedjetek el, és maximalizáljátok a bányászat hatékonyságát. Ez a módszer több blokkot tár fel, és növeli az esélyét annak, hogy rábukkanjatok a ritka gyémántokra. A gyémántok a játék legértékesebb erőforrásai közé tartoznak. Ne felejtsétek el kivilágítani az alagutakat, hogy távol tartsátok a kellemetlen mobokat. A világítás elengedhetetlen a biztonságos bányászathoz. És ne feledjétek, soha ne ássatok egyenesen lefelé. Ez az egyik leggyakoribb hiba, amit elkövethettek. Könnyen beleeshettek egy mély szakadékba, vagy ami még rosszabb, lávába. Mindig legyetek óvatosak és elővigyázatosak. A gazdálkodás elsőre nem hangzik túl izgalmasnak, de higgyétek el, egy jól megtervezett farm teljesen megváltoztatja a játékot. Egy jól működő farm nem csak esztétikus, hanem rendkívül hasznos is lehet. Képzeljetek el automata rendszereket, amik mindent betakarítanak a tököktől kezdve a dinnyéken át. És mindezt anélkül, hogy egy újjal is hozzá kellene érnetek. Sőt, még mob farmokat is építhettek, hogy könnyen szerezzetek tapasztalati pontokat és zsákmányt. Ezek a farmok automatikusan gyűjtik a zsákmányt, így nem kell órákat töltenetek a gyűjtögetéssel. Az automata farmok felszabadítják az időtöket, hogy nagyobb és jobb projektekre koncentrálhassatok. Gondoljatok csak bele, mennyi mindent építhettek, ha nem kell az alapanyagok gyűjtésével foglalkoznotok. Kezdjétek azzal, hogy kipróbáltok különböző farmterveket, minden farmnak megvan a maga előnye és hátránya, így érdemes kísérletezni. Rengeteg oktatóanyagot találhattok az interneten mindenféle automata farmhoz. Ezek a videók lépésről lépésre bemutatják, hogyan építhetitek meg a saját farmotokat. Miután elsajátítottátok az alapokat, legyetek kreatívak és tervezétek meg a saját farmotokat. Ne féljetek új dolgokat kipróbálni és egyedi megoldásokat keresni. A hatékonyság és a bővíthetőség a kulcs. Egy jól megtervezett farm folyamatosan ellát benneteket alapanyagokkal, és könnyen bővíthető, ha több erőforrásra van szükségetek. Az automata farmok folyamatosan elláthatnak benneteket olyan alapanyagokkal, mint a redstone, a puskapor és még sok más hasznos anyag, sőt még a slime golyók is. Ezek az anyagok rendkívül hasznosak lehetnek a játék későbbi szakaszaiban. Ezek az alapanyagok elengedhetetlenek a fejlett tárgyak készítéséhez és a bonyolult szerkezetek építéséhez. Egy jól működő farm, tehát nem csak megkönnyíti a játékot, hanem új lehetőségeket is nyit meg előttetek. Már profi szinten építetek földkunyhókat, de itt az ideje, hogy az építészet terén is szintet lépjetek. Gondoljatok bonyolult tervekre, lélegzetel állító tájakra és funkcionális építményekre, amik túlmutatnak a szokványosan. Felejtsétek el a szögletes dobozokat.
Kísérletezzetek különböző formákkal, ívekkel és szögekkel, hogy mélységet és érdekességet adjatok az építményeiteknek. Használjatok lépcsőket, lapokat és kerítéseket szokatlan módon, hogy egyedi textúrákat és részleteket hozzatok létre. Építsetek egy magasodó várat, egy nyüzsgő várost, vagy egy hangulatos föld alatti bunkert. A lehetőségek végtelenek, és ne felejtsétek el megosztani az alkotásaitokat a Minecraft közösséggel. 5. rész, Redstone, több mint vezeték és fáklya. A Redstone az, ami a Minecraftot építkezési játékból egy logikai fejtörővé varázsolja. Ez a kulcsa annak, hogy automata ajtóktól kezdve bonyolult számítógépekig mindent megépíthessünk. Ismerkedjetek meg a Redstone alkatrészek alapjaival, mint például az ismétlők, a komparátorok és az érzékelők. Ezek az alkatrészek elengedhetetlenek a Redstone jelek áramlásának szabályozásához és a bonyolult mechanizmusok létrehozásához. Kezdjétek egyszerű projektekkel, mint például automata ajtók, rejtett átjárók vagy akár egyszerű logikai kapuk. Miután már magabiztosan mozogtok az alapokban, próbáljatok ki bonyolultabb szerkezeteket, mint például repülőgépek, tárgyrendezők vagy akár egy működő számológép. 7. rész, alapanyaggazdálkodás 1/1. Csábító lehet minden egyes macskakövet felhalmozni, de hidd el, egy zsúfolt inventori katasztrófához vezet. Hozzatok létre rendezett ládákat, amelyekre egyértelmű kategóriákat írtok. Elsőre unalmasnak tűnhet, de egy jól szervezett tárolórendszer hosszú távon rengeteg időt takarít meg. Részesítsétek előnyben a megújuló erőforrásokat. Hozzatok létre faültetvényeket, automata növénytermesztő farmokat, sőt, akár mob farmokat is a tapasztalati pontok és a zsákmány megszerzéséhez. A megújuló erőforrások biztosítják az alapvető anyagok folyamatos ellátását, anélkül, hogy folyamatosan ki kellene meríteni a környezetet. Ismerkedjetek meg a barkácskönyvvel, és kísérletezzetek a különböző kombinációkkal. Meglepődhettek, hogy mire bukkantok. 8. rész, a vég legyőzése útmutató az ismeretlenbe. A vég a Minecraft végső kihívása, egy olyan dimenzió, amelyet a félelmetes ender sárkány ural. Először is, készüljetek fel alaposan! Szükségetek lesz a legjobb páncélra és fegyverekre, amiket csak el tudtok készíteni. Ne hagyjatok ki semmit! A gyémánt vagy nederit páncél, amelyet védelem varázslattal láttak el, elengedhetetlen, hogy megvédjen titeket. Csak úgy, mint egy éles gyémánt kard, amelyet élesség varázslattal ruháztak fel. Gyakoroljátok az ijászatot, hogy pontosak legyetek. Az ender sárkányt csak akkor lehet nyilakkal sebezni, amikor az obszidián oszlopokra száll le. Figyeljetek a mozgására. Ne felejtsétek el magatokkal vinni a nyilakat. Minél több, annál jobb. Végül pedig hozzatok magatokkal rengeteg ender gyöngyöt, hogy gyorsan mozoghassatok. Gondos tervezéssel és egy kis szerencsével pillanatok alatt legyőzhetitek az ender sárkányt. Sok sikert kívánunk! 9. rész, a vég vagy mégsem. Az ender sárkány legyőzése hatalmas eredmény, de ez nem a Minecraft utazás vége. A végvárosa vár rátok, tele értékes zsákmánnyal és a megfoghatatlan elitrával, szárnyakkal, amelyek lehetővé teszik, hogy átszálljatok az égen. Fedezzétek fel a vég külső szigeteit, harcoljatok a sulkerekkel, és gyűjtsetek kórusz gyümölcsöt egy kihívásokkal teli és kifizetődő élményért. Miután meghódítottátok a véget, a lehetőségek valóban végtelenek. Kísérletezzetek új építési projektekkel, feszegessétek a Redstone szerkezetek határait, vagy akár kezdjetek egy új világot az összes megszerzett tudással és tapasztalattal. Szóval fedezzétek fel, építkezzetek, és ami a legfontosabb, érezzétek jól magatokat. Csak a képzelet szab határt. 10. rész. Ne félj a kihívásoktól. Ijesztő lehet kilépni a komfortzónádból, de itt kezdődik az igazi móka. Kezdjétek kicsiben kísérletezzetek, és ne csüggedjetek, ha a dolgok nem mennek tökéletesen elsőre. A próbálkozás és a tévedés, a kísérletezés és az egészséges kitartás révén válhattok igazi mesterré ebben a játékban. Szóval
Fogadjátok el a kihívást, feszegessétek a határaitokat, és nézzétek meg, milyen hihetetlen dolgokat érhettek el. A Minecraft több, mint egy játék. Ez egy platform a kreativitás, a probléma megoldás és a végtelen lehetőségek számára. 11. rész. Fedezzétek fel, építkezzetek, bányásszatok. Nos, ennyi volt már a kedves crafterek. Remélem, ezek a tippek és trükkök segítenek abban, hogy a következő szintre emeljétek a Minecraft tudásotokat. Jó craftolást!